imádkozzunk egyet, jó? Istenünk, csak valóban ez a vágyunk, hogy te szólj hozzánk, te szólíts meg minket. Uram, csak adj nekünk egy éjséget, még inkább a te igéd felé, veled való kapcsolatra vonunk, hogy ne legyünk közönösek. Uram, imádkozok azért, hogy mindannyiunk életében legyenek áttörések. Imádkozok azért, hogy legyenek bizonságaink, legyenek élményeink veled, Jézus, ahogy járunk veled. Imádkozok azért, hogy te személyesen taníts mindannyiunkat egyenként. Uram, hiszük, hogy nem egy középszerű keresztény életre hívtál minket, hanem tényleg a csodákat élj meg veled. És Uram, csak annyira könnyen így le tud terhelni a világ minket, annyira könnyen csak így dolgok el tudják hagyni a figyelmünket. Ezért imádkozok, Uram, hogy ebben a gyülekezetben csak legyen sok tanítvány, Uram, aki hit által él, aki megragadja az ígéreteket, akik tényleg szenvedélyesen követnek téged, Jézus. Ezért imádkozok. Imádkozok azért, hogy legyen egy fölkent élő üzenet most, ma délelőtt, és szóljon mindenünkhoz, találja a szívemünket. Imádkozok azért, hogy megértést a szívünkbe, hogy ne keményítsük meg a szívünket, amikor halljuk a te beszédedet. Imádkozok azért, hogy tényleg tudjunk tekintélyt tulajdonítani a tégétnek. Tényleg, Uram, nem véletlenül jöttünk ide, tényleg hiszük, hogy ez egy értékes idő, ez egy szent idő, amíg itt vagyunk, és te itt vagy köztünk. És itt által megragadjuk ezt. Uram, és áld meg azokat, akik most nincsenek itt, a emléket, NK-ikat. Imádkozok az Aurélért, Uram. És nem tudom, mint mindenki, aki nincs itt, Simon Zoliért, Róró Attiláért, Uram. Te legyél mindannyiunkkal, és töltsd be mindenkinek a szükségét, bátoríts minket, és őket személyesen is. És csak hozz ide őket a gyülekezetbe, Uram. És ha vannak betegek köztünk, Uram, akkor te gyógyítsd a betegeket. És csak áld meg tényleg Jézus ezt az alkalmat. Te nevedben. Amen. Amen. Na hát, csak ezen gondolkodtam, hogy nem tudom, hogy ti hogy vettük vele, de csak én hiszem azt, hogy Isten kicsit nyújtani akar minket. Én hiszem, hogy ez Isten termében ott van, sokszor fájdalmas egy kicsit, hogy nyújtva legyünk, de tudjátok, csak ezt szoktuk így mondani, hogy nem akarunk ugyanazok lenni, mint akik vagyunk, nem? Akarjuk, hogy Isten változtasson minket, akarjuk, hogy átformáljon dolgokat az életünkbe, és tudod, annyira könnyen lehet az, hogy beszélünk valamiről, és csak így könnyen lecsapjuk a labdát, hogy de mi nem élnek vagyunk, nem? Hogy ez nem minden hangzabban. És csak a mai üzenet, amit hoztam, az lehet, hogy kicsit nyújtana minket. Jó? És csak fogadd ezt egy szelíd szívvel, hogy nem mondd azt, hogy te nem ilyen vagy, nem mondd azt, hogy neked ez nem megy, vagy egy más élethelyzetben vagy, mert így akkor nem adunk teret a Szent Szellemnek, nem? Hogyha mindig megmagyarázzuk, hogy tudod, Isten, értem, hogy ez nem nekem szól, hogy Isten értelmezni, hogy egy másik ember vagyok, tehát te engedjük azt, hogy Isten formálja minket, hogy egy mély munkát végezzen bennünk, mert az ő cél az, hogy elváltozunk az ő fia képére, nem? Velem vagytok így ma reggel, nem tudom, hogy vagytok itt, mennyire vagytok fáradtak, vagy de fókuszáltak, van ilyen szó? De fókuszáltak. Tudod, csak engedj, hogy Isten megragadjon téged, és az üzeneten keresztül szóljon hozzá. Jó, úgyhogy ez egy fontos pont, hogy Isten nem akar minket meghagyni olyannak, amilyenek vagyunk. Most lehet, hogy tanultunk dolgokat a múltban, lehet, hogy hoztunk dolgokat, lehet, hogy már nyilván legtöbben nem 20 évesek vagytok, és könnyen lehet, hogy egy kor után már valami így nehezebben, nem annyira könnyen mozdul az ember, vagy nem annyira könnyen változik, nem? Nem tudom, hogy ti tapasztaljátok ezt, de,
de van egy pont, ahol már így jó be van neki állatva, utak, gondolatmenetek, megoldási mechanizmusok, könnyebben így kicsit szkeptikusabbá válik az ember, ilyen nem eszük forrónak ását, tudod, fiataloknál tudom, van egy prédikáció, és mindenki belelkesül, és mindenki, tudod, olyan nézel egy filmet, és tudom én, egy titkos ügynökös filmet, és aztán mindenki titkos ügynök akar lenni utána, és tudod, a felnőtteknél meg könnyen lehet, hogy oké, értem, de egy kicsit lassan a testvel, vagy nem tudom, kicsit ez a hozzáállás lehet, hogy jellemző is. És én csak szeretném, hogyha a szellemi dolgokban nem hoznánk ezt a fajta hozzáállást, hanem ott lenne ez a gyermeki hozzáállás, nem? Mert talán erre gondolja Jézus, hogy legyünk olyanok, mint a gyerekek, akik lelkesek tudnak lenni, hallanak valamit, és én ezt akarom, tudod, én egy ilyen akarok lenni. Nézz egy pókember filmet, és aztán elkezd lövöldözni, meg ugrálni, meg mászkálni, mert ő pókember akar lenni. Tudod, és így felhett meg, oké, tudom, hogy ez csak mese, tudod, és ott van egy ilyen távolságtartás, meg kicsi cinizmus, vagy szkeptikusság, úgyhogy én hiszem, hogy Isten így érzem, hogy kell hozzáállunk, hanem azzal a szívvel, hogy oké, változni akarok. Oké, én így éltem sokáig, meg lehet, hogy ezen a területen nem tudott változtatni Isten, de én hiszem, hogy akár most tud. Tehát, hogy igen, én elfogadom, hogy Istennek van ereje arra, hogy egy területet megváltoztasson az életemben, és nem kell, hogy így éljem tovább az életemet. Értitek egy kicsit, hogy miről beszélek? Lehet, hogy nagyon homályos volt, de csak ezt akarom mondani, hogy legyen bennünk hajlandóság arra, hogyha Isten hív minket valamire, akkor nem mondjuk azt, hogy én nem ilyen vagyok, hanem legyen bennünk egy lelkesség, egy vágy arra, hogy oké, Isten, itt vagyok, és formáljátok, és adom magam is. Nem akarok a saját gondolatom szerint megmaradni az én kis életemben, és a kis jó bejáratot utakon maradni, hanem Isten, itt vagyok, és akarok hitben járni 40 évesen is, akarok hitben járni 50 évesen is, akarok hitben járni 60 évesen is, és akarok friss lenni szellemileg, akarom, hogy kenek legyen az életemben. Mert annyira jól látni nekem így idősebb embereket, akik tudod, csak frissen beszélgetsz velük, és tali vannak igével, és nincs ott bennük ez, hogy jó, én már ilyen vagyok 30-40 éve, és én már ezeket így megszoktam, hanem igen, tudod, menjünk is, és éljünk hitben, és éljünk Isten tervében, és látszik ez úgymond a hajlandóság, látszik ez a növekedése való vágy, úgyhogy remélem, hogy értitek, hogy miről beszélek. Úgyhogy szeretnék egy kicsit beszélni így Isten akaratáról az életünkben. Lehet, hogy pár kulcs szót mondjuk, jó, hogy az üzenetben kapcsolatban. Nem tudtam ide egy címet megfogalmazni, de lehet, hogy sajnos majd neked lesz a feladatom. Isten akarata az életünkben, sokszorozódás, tanítványság, valami ilyesmi. Jó, valami ilyesmi, de akarom beszélni. Figyeljetek, én hiszem azt, hogy Isten akarata az életünkben sokszorozódás. Milyen egyszerű a szó, milyen egyszerű a képet. Isten azt akarja, hogy ne maradjunk meg önmagunkba. Isten azt akarja, hogy sok gyümölcsöt termeljünk. János 15-ben ezt mondja, hogy az Atyának az akarata, hogy elmenjenek és gyümölcsöt teremjenek, és a gyümölcsöket megmaradjon. Mert van ez a rész, amikor beszél a szőlőtőről. János 15:8-ban azt mondja, az lesz az én Atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesznek. Jó, tehát látjuk, hogy Isten akarata az életünkben sokszorozódás. Nem megtartani a kicsit, és ahhoz ragaszkodni, hanem mindig arról lesz, hogy elengedni, és aztán sokszorozódni. Akár hogyha a Máté 25-ben a tárgyatós példázatot nézzük, ugye volt egy, aki fogta és elásta, és azt mondta, hogy tudta, hogy te könyörtelen vagy, és ott is haragszol, nem vetettél, és látjuk, hogy Isten akarata sokszorozódás volt.
nem az, hogy megtartsuk, amit van, hanem hogy sokszor hozzon az, amit Isten adott nekünk az életünkön keresztül. Látjuk, hogy sok gyümölcsöt teremjünk, aztán mondja ezt a példázatot, hogy Isten országa olyan, mint a mustármag, amit hogyha elvetsz, akkor ugyan kicsi az a magna, hogy elveted, nagy fává tud nőni. Tehát látjuk, hogy oké, sokszor hozódás, növekedés, gyarapodás, értitek? Ez Istennek a terve mindazunk életére, nem csak úgymond személyesen az életünkre, hanem mint gyülekezet, mint kereszténység. Isten akarata a növekedés, a gyarapodás, sokszorozódás, és nem az, hogy megtartsuk azt, amink van. Jó, és nincs különbség, ez egy alapelv Isten számára. Ez egy olyan akarata, ami mindenkire érvényes. Ez egy általános akarata Istenre az, hogy növekedés, hogy gyarapodás, sokszorozódás legyen az életünkre. És nézzük meg ezt a verset a János 12-ben, ez a kulcsige versünk már, jó? János 12-24. És lehet, hogy nézzük meg a 23-astól. Jézus így válaszolt nekik, ugye jöttek görögök, akik oda mentek Fülöphöz, hogy látni akarják Jézust, és akkor Jézusnak ez volt a válasza. Jézus így válaszolt nekik, eljött az óra, hogy megdicsőítessék az ember fia. Jó, tehát itt már úgymond nagyon közel volt a kereszthalál, itt már Jézus elkészült életben, ezekről beszélt a tanítványoknak, hogy itt az idő, ezért jött. Jó, tehát azt mondja, eljött az Úr, hogy megdicsőítessék az ember fia. Bizony mondom nektek, ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egy maga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. Látjuk? Sokszorozódás, Isten akarata. Nem csak a mi életünkben, Jézus életére is. Istennek nem volt más terve, más akarata Jézus életére, mint a mi életünkre. Ugyanaz a terve. Aztán a 25-ös. Aki szereti az életét, elveszti. Aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgálom is. Ha valaki nekem szolgál, ezt megbecsüli az Atya. Jó, tehát Isten akarata ez volt az ő fiának az életére. Jézus megtette volna, hogy ott van a mennyben. Nem? És mi történik? A búzomag nem hal el, hanem egy maga marad. És nincsenek hívők, nincsenek megtértek. Nem vagyunk mi. Úgy értem, hogy mi azért lehetünk most itt, mert Jézus úgy döntött, hogy elhal a búzomag. Oké? Nekünk este, tehát mi nem lennénk itt, hanem valahol máshol lennénk most, hogyha Jézus nem halt volna meg. Tehát ő neki ez volt a szíve, ez volt a vágya, hogy ő adja az életét, ő nem tartogatja. Mert ő úgy gondolkodott, hogy nem megtartani, hanem elhal a mag, és aztán sok termést hoz. És Istennek ugyanez akarata a mi életünkre. Úgyhogy egy sokszorozódás, és csak gondolkodtam ezen, tudjátok, hogy beszélünk erről, és ez a hitünk, ez a vágyunk, ez a látásunk, e felé megyünk, hogy sokszorozódjunk ebben a gyülekezetben, nem? Hogy jöjjenek emberek, Isten adja neki növekedést, de ez nem működik másképpen, tehát ez egy alapelv Isten királyságában. Ha nincs halál, nincs sokszorozódás. Ha nem halál a mi kis életünk, akkor egyszerűen nem lesz növekedés, nem működik máshogy. Láttam már olyan búzamagot, ami nem halt el, hanem ott volt az asztalon, és kinőtt egy nagy fa belőle. Nem, annak a földbe keresnie. Annak meg kell halnia. És utána jön a termés. Utána jön a, úgymond, a sok gyümölcs, amit aztán terem. Úgyhogy csak akarom, hogy megértsük ezt az alapelvet, hogy Isten így működik. De ez az akarata, hogy a mi életünk az halál. A mi gondolataink az halál. A mi terveink az halál. Ahogy mi élnénk, akár a keresztény életünket, az halál. Mert van Istennek egy akarata. És hogyha nem szeretnénk egyedül maradni, te a személyes életedben és gyülekezetként, ha nem szeretnénk egyedül maradni, akkor halál a régi természetünknek, halál a régi életünknek. És onnantól kezdve Isten tudja adni a növekedést. Isten tudja öntözni ezt a magocskát, ha már elhalt. Mert ezt mondja Jézus, hogy aki szereti az életét, az elveszti. Hogyha nem adjuk oda Jézusnak, el fogjuk veszteni az életünket. Hogy értem ezt? Vagy a bémaszék ítéletnél, fölé az egész egy pillanat alatt,
és elvesztetted az életedet. Vagy pedig nyilvánult, hogy meg se tér valaki, és az pedig véglegesen is örökké elveszti az életét, és Istentől távol fogja tölteni az örökké valóságot. De nekünk hívőknek is csak ez az út, ez a mód, és Isten azt mondja, hogy ne veszítsük az életünket. A világ ezt harsogja, hogy tartsd meg magadnak, mert a sátán ezt csinálta. A sátán Isten fölé akart kerekedni. A sátán úgymond egyedül maradt, és ő nem is tehet nyugodtsa, de Jézusnak pont az ellenkező volt a szíve. A sátán az önzőséget propagálja és képviseli. Jézus pedig az odaadást, az átadást, az alátetettséget, az engedelmességet. És tetszett az, Pásztor Csaba egyszer prédikált erről, hogy van két szív, úgymond a világegyetemben. A sátának a szíve és Jézusnak a szíve. Vagy Jézus színe működik benned és formálódik ki, vagy pedig a sátán szíve. Nincs kettő. Tehát vagy az önzőség útján mész, vagy az óember útján mész, ami úgymond az engedetlenség szelleme. Beszéltünk erről csütörtökön, hogy ott van bennünk a hústest, ami Isten ellensége, ami nem tud engedelmeskedni Istennek, Róma 8-ben ezt írja. Vagy úgymond ez a sátáni hozzáállás és szív munkálkodik benned, és elveszted az életed, vagy pedig Jézusnak a szíve. Ami az alávetettség, ami az, hogy mások, az én életem nem számít. Jó, és hívőként ez a felelősségünk, ez ami felől döntést kell hoznunk, hogy melyikben akarunk járni. Isten akaratában, ami halállal kezdődik, a saját életünk halála, tehát nem számít, hogy én mit akarok, ez nagyon sokat dolog, sőt, segítem nekik, hogy én mit akarok, Isten mit akar. Ha Isten azt akarja, hogy én most hagyjam az időmet másokra, akkor nem számít, hogy fáradt vagyok, nem számít, hogy más terveztem, benne vagyok egy sorozatban, tudod, itt más a prioritás. Brazil sorozat. Hogy? Brazil sorozat, sorozat. Csak arra gondolom, hogy könnyen lehet, hogy így elterveztünk valamit, mai napra, és tudod, Isten majd akarat az életemre. Nem, és tudod, lehet, hogy a sorozatot most nem fogom megnézni, és lehet, hogy azt mondom, oké, ennek halál, és Isten akaratába járom. Tehát úgy gondolom, a saját vágyaimnak, a saját terveimnek sokszor nemet kell mondani. Sőt, nem sokszor, hanem ez Isten útja, hogy minél inkább megtanuljuk nemet mondani a hústestünknek, a saját vágyaimnak, és hogy a magunk, tehát a kis maga az elhaljon. És ez nem csak egy egyszerű döntés, hanem ez úgymond folyamatosan oda kell vinnünk az életünket. Folyamatosan így kell számolnunk az életünkkel, hogy a hústestemnek halál, és élek Jézus Krisztusban. Úgyhogy ez az egész, ez csak a szeretet által tud megtörténni, az, hogy én halálra adom a régi életemet. Tehát ez nem egy ilyen vallásos cselekedet, úgy értem, csak hogy most én itt prédikálom, valószínűleg nem fogom elérni, hogy te meghozod ezt a döntést, hanem Jézusnak a szeretete kell lesz kimunkálja benned, hogy ő odaadta az életet, ő mindent odaadott érte. A zsidók 12-ben ezt mondja, hogy az előtte lévő szenvedés nem tekintett, hanem az előtte lévő örömbe tekintett. Hogy mi egyszer ott leszünk vele, és azt mondta, nem kimérte az ő életét, hanem ő végigvitte, ő odaadta, ő engedte, hogy elhaljon ez a mag, és aztán föltámadt, és a föltámadási életben jár. Ő most is, ezt mondja a Róma 6-ban, hogy ő föltámadt, és azt az életet, amit most él, azt az Istennek éli. Ez egy feltámadási élet. És erről beszél Pál is a Galata 2:20-ban, hogy az ő élete meghalt, és most már ő Istennek. Pontosabban az Isten fiában, tehát hitben éli ezt az életet. Tehát egy másfajta élet, amit most már él, az nem az övé, hanem ez Krisztusnak az élete. Ez jelenti azt, hogy elhal ez a maga. Jó, és ez csak szeretet által tud megtörténni. És engedd, hogy Isten szeretete meggyőzön téged. Engedd, hogy Isten szeretete az, hogy ő a fiát adta, és nem kíméletre, ez benned elérje ezt a vágyat, ezt a döntést ki tudja formálni benned, hogy ezért te sem fogod kímélni az életedet, hanem oda fogod adni, mert Jézus azért, hogy példát is adjon nekünk, hogy így érdemes.
Így érdemes élni az életünket egy alávetettségbe, hogy az életünket hozzuk az oltára, hogy nem számolunk a saját életünkkel. És Pál most egy nagyon jó példa erre. Végülis ugyanezt a példát mutatta be, mint Jézus, hogy az ő élete nem számít, Apcsák 20-ben ezt mondta, talán Apcsák 20-24-ben, hogy még a saját életemmel is a gondolok, hanem csak egy dolog fontos számomra, hogy Isten akarata végbe menjen az életembe. Jézusnak ugye ez volt a szíve. Ő nem számolt önmagával, nem néz, hogy emberek hogy adnak neki választ. Nem számolt azzal, hogy most oké, hányan fognak megtérni, hogy meghalok a kereszten, hanem Isten akarata alárendelte magát, és ő az emberekre tekintett, hogy majd hány embert meg tud menteni ezen keresztül. Úgyhogy ez a szeretet által tud megtörténni. 2 Korintus 5:15-ben ezt mondja Pál, hogy az ő szeretete szorongat minket. Ezért azt tartjuk, hogy aki él, többé nem önmagának él, hanem azért, aki értünk meghalt és feltámadt. Jó, tehát most már nem élhetünk úgymond önmagunknak, mert a Krisztus szeretete ugyanígy szorongat minket, ahogy Jézus alávetette magát az Atya akaratának, mert az Atya szeretete szorongatta őt. Úgyhogy most ez az útja nekünk. Jó? Ezért Jézus nyilván lehetne elvezni, hogy miért jött el. Rengeteg mindent elhozott nekünk, nyilván bemutatta az Atyát, de példát adott nekünk, és ez egy nagyon fontos pont szerintem, hogy Jézus azért is vált emberré, hogy emberként bemutassa azt, hogy hogy érdemes élni. Tudod, látod, hogy az emberek küzdködnek, nem tudják, hogy mitől lehet boldog az ember, hát az, hogy az ember vergődik a bűnbe, és Jézus eljött, hogy bemutassa, hogy oké, hogy mi a minta, mi a példa, mi a legboldogabb, a legteljesebb élet. Hiszen, hogy Jézus a legteljesebb életet élte itt a Földön, a legboldogabb életet. És bemutatta, hogy ez a legnagyszerűbb élet, amikor nem a saját utat szerint élsz. Mert Jézus csinálta volna ezt, úgy értem, ő Isten is volt. Tehát élhetett volna a saját akarata szerint, de ő alávetette magát az Atya akaratának, és úgy döntött, hogy ő emberként fog élni, és az embereket szolgálta. És ez igazi öröm, hogyha már ezt megtapasztaltad, akkor tudod, hogy miről beszélek. Ugye, amikor embereket szolgálsz, emberekért élsz, az sokkal nagyobb öröm, mint bármennyi pénzt kapnál, bármikor a vagyonod volna. Ez nem tud boldoggá tenni, de az, hogyha emberekért élünk, ez valódi öröm, ez valódi öröm az életünkben. Amikor Isten használ minket, amikor látjuk azt, hogy emberek átformálódnak az életünkön keresztül, amikor alában vetve az életünk Isten akaratában, ez hiszem, hogy ez a legcsodálatosabb élet mindenki számára. Úgyhogy mit szóltok ehhez? Meghalunk önmagunknak és élünk az Istennek emberekért. Hogy emberek legyenek a szívünkön, az egyfétben én ezt mondjam. Péter 4:2-ben azt mondja, hogy többé ne emberi vágya, hanem Isten akarata szerint éljétek le testi életetek hátra lévő idejét. Jó, és itt mondja, hogy most már tudod, elég volt abból, ahogy én régen éltem. Elég volt a régi kívánságunkból, a régi kis utainkból, a régi kis terveimből, ahogy én akartam. Azt mondja, elég volt ebből. Most ha élünk, akkor én Isten akarata szerint az életünket. Vessük alá magunkat. És Isten adta ezt a képet, hogy annyira jó lenne, hogyha Isten akarata olyan lehetne az életünkben, mint egy szirénázó autó, tudod, aminek így utat ad minden. Tudod, hogy Isten mond valamit, hogy mindenek félre kell állni az életemben. Tudod, félre kell állni a kényelmemnek, a saját gondolataimnak, félre kell állni azt, hogy tudom most, mi így a kis célom, amifelé haladok, tudod azt, hogy oké, most gyűjtök valamire, és nekem most ez a fontos, vagy egzisztenciát építsek, vagy most van egy probléma, ami jelenleg ott van, és ezen dolgozok, tudod, de Isten mond valamit, akkor ennek is félre kell állnia. És tudjátok, van ilyen néha, hogy,
hogy emberek bepánikolnak, meg nem tudom, egy-két ilyen bolond autós, aki nem áll félre. És tudod, ott van a szirénázó, hogy nyomja a dudát, és nem áll félre, és csak könnyen lehet ilyen a hústestünk, nem? Hogy jön a szirénázó, és nem áll félre, mert oké, nekem van egy tehetem, tudod, Isten, én tudom, mit akarok. Isten azt mondja, hé, az én akaratom csak legyen a legfontosabb. Hogyha ez jön, tudod, ha én szólok, akkor minden más álljon félre. Úgyhogy Isten egy ilyen életet akar nekünk, ahol alá vagyunk vetve az ő akaratára. Nem önmagunkért élünk, hanem a kis magot hagyjuk elhalni. És aztán ez az útja, ez a módja a sokszorozódásnak, ez a módja a növekedésnek. Ha szeretnénk, hogyha tudod, Isten hozzon embereket, akkor csak nem élhetünk a saját kis életünk szerint, mert egyszerűen nem fog megtörténni. Ne éljünk illúzióban. Ha a kis magot fele van el, nem lesz növekedés. Nem lesz gyümölcs termés, nem lesz sokszorozódás, hanem először Isten akaratának állhatjuk magunkat. Jelentkezünk szolgálatra, hozzuk az életünket az oltára, és aztán Isten tud használni minket. Úgyhogy csak bátorítanak titeket, hogy mi gondolkodjunk így magunkról. És lehet, hogy nem így gondolkodtál magadról, de mit szólnál arra, hogy mit szólnál, hogyha elkezdenék így gondolkodni, hogy akarok tényleg egy ilyen személyes befektető lenni Isten országában. Tehát nem kell, hogy lássam, mások is csinálják, de én, Uram, én csak akarok egy befektető lenni, aki embereket gondolkodik, találkozik emberekkel, ezért élem, hogy emberek megismerjék az evangéliumot, emberek tanítványozódjanak, mert erre vagyunk elhívva, figyeljenek a gyülekezet. Én csak szeretném, hogyha valóban tanítványok lehetnénk, hogyha valóban azt tehetnénk, amire Jézus hívott minket. Mert annyira könnyű csak így belterjesedni, befelé fordulni, és életünkkel foglalkozni, a kis problémáinkkal foglalkozni, és csak nincsenek gyerek emberekre. Figyeljetek, ha Jézus ma itt lenne, ő 0-24-ben emberekkel találkozna, kint lenne az utcán, emberekre gondolkodna, emberekre imádkozna, ő az emberekkel készhatott. És nyilván nem tudunk olyanok lenni, mint Jézus, de csak legyen meg ez a szívbeli hozzáállás az életünkben, hogy nem rólam van szó, hanem itt emberekről van szó. Én adom az életem, én meghalom a saját életemnek, és azt szeretném, hogy Isten használna mások életében. Úgyhogy mit szólnál erre, hogyha csak így gondolkodnál, hogy én akarok tanítani az embert, akarok növekedni az érettség felé, mert ezt jelenti, amikor életek vagyunk, hogy már nem csak a saját életünk felé gondolkodunk, nem? Tudod, ez egy felelőtlen ember, az még egy gyerek, aki nem tud másra gondot viselni, nem tud másra gondolkodni. Ott van a gyerek, és egy két éves gyerek, és mindig arra tudom, hogy oké, most mit találtam ki a hétvégére, tudod, oké, most milyen sorozatot nézek, mit főzek magamnak, és ott van a gyerek, és holmit is, és nem figyel rá. Ez egy életlenség. Az érettségnek a jele az, hogy tudok másra gondot viselni, tudok másra gondolkodni, és ez nincs más, hogy szeretnének sem. Ha még mindig csak a magam kis problémájában vagyok elfoglalva, és éppen annyi energiám, hogy a saját életemben ilyen túlélő legyek, szellemi túlélő, akkor Istennek az üzenete felé nőd föl. Tudod, csak gyere hozzám, engedj, hogy tanítsanak, engedj, hogy életét tegyenek téged. Mert a cél az, hogy emberek felől gondolkodjunk, emberek életében Isten használjon minket. Ez jelenti, hogy Krisztus képére formálódunk. Megnézed Jézus életét, mit látsz benne? Hogy tudnak Krisztus képére formálódni, hogyha az életünk nem emberekre szól? Tényleg ez egy nagyon őszinte kérdésem. Hogy formálódhatnánk ki Krisztus képére, hogyha nem emberekért dobog a szívünk? Hogyha nem arról gondolkodunk, hogy hogyan menthetnénk meg embereket? Hogyan tanítványozhatnánk embereket? Jézus ezt tette, erről szólt az ő élete. És ma is elfelől izgatott meg a győződben erről. Úgyhogy rendben van egy ideig, ameddig úgymond mindent magamért akarok, és magamért járok gyülekezetbe, és magamért olvasom a Bibliát, hogy engem Isten tápláljon, és ezek rendben vannak. De Isten szeretne, hogy fölnőjünk, hogy elkezdenénk mondjuk, mit szólnál ez, hogy csak legyen három ember, aki imádkozol a következő fél évben. Csak legyen három ember, írj föl három embert, aki nincs megtérve. És csak imádkozz értük, ilyen egyszerű. Lehet, hogy
naponta egyszer, lehet, hogy hetente egyszer, és akkor legyen rendszer, és gondolkodj emberekről. És mit szólnál ehhez, hogyha lenne egy ember, akivel találkoznál valamilyen rendszeresség? Egy ember, nem sok, egy ember. Csak egy ember, akire tudsz gondolni, akár gyülekezetben is, és elmaradt, és lehet, hogy szüksége volna egy érintésre, csak találkozni vele néha. Hiszem, hogy ez, tehát bárkinek van ideje egy ilyenre. Nem tudom, két hetente egyszer egy találkozó, havonta egyszer egy találkozó, nem sok. Csak hogy legyen egy lépése felé. Hogy legyen egy lépése felé, hogy tanítványozni az embereket, elérni embereket. Mert így működik az egész, tehát hogy nem kell nyilván csodára várni. Tehát gyülekezetek, amikor elkezdtek növekedni, úgy kezdtek el növekedni, hogy voltak emberek, akik meghaltak önmaguknak, és engedték, hogy Isten használja őket, és emberekért éltek. Emberek voltak a szívükön. És ma is ez a módszer. Istenek nem változott meg a módszere. Ez nem úgy működik, hogy kirakunk egy táblát, hogy békés csak a Biblia szól, vasárnap 10:30 Isten tisztelet, és akkor egyszer csak azt látjuk, hogy telé van a terve, és éhesen jönnek az emberek, és zokogva megtérnek. Ez egyszerűen nem így működik, hanem Isten minket akar használni. Befektetés. Találkozz egy emberre, legyen egy ember, aki felől gondolkodsz, aki ott van a szíveden, hogyan tudnék felé nyitni, hogyan tudnék kapcsolatot teremteni vele, hogyan tudnék szolgálni felé. Uram, segíts ebben, tényleg, lehet, hogy nem vagyok ebben gyakorlat, de Uram, hogy tud ez megvalósulni, tudod? Itt van egy Aurél, hogy lehetne őt tanítványozni? Hogyan lehetne segíteni neki, hogy elkezdjen növekedni, elindítani a hívő életben? Tudod, értitek, hogy miről beszélek? Csak emberekről gondolkodni. Tudod, csak ötletelés, és tudod, engedd, hogy Isten ő vezessen téged ebbe. Mert ez a keresztény életút, ez Istennek az akarata, nincs jobb terve Istennek. Tehát, ez az alapüzenet, hogy ezt jelenti Krisztus képére formálódni. És aztán tudod, lehet, hogy egy ember, aki nincs megtérve, és egy ember, aki lehet, hogy hívő, és lehet, hogy csak aki bátorítani, lehet, hogy néha találkozni vele, bejönni valahova, átmenni, tudod, segíteni kicsit, vagy tudod, legyünk közösségben, vagy bármi. És tudod, szépen lassan növekszünk, lépegetünk, és aztán azt veszed észre, hogy egyre több hely van a szeretett emberek számára. Egyre inkább izgatott, ugye felől. Figyeljetek, ez olyan, mint a drog. Elkezdesz szolgálni emberek felé, azt fogod mondani, hogy még több ember, még több embert akarok látni megtérni, még több embert akarok látni, átformálódni, tanítványjá válni. Erről szól a keresztény élet. Ha ez nincs, akkor nagyon unalmas a keresztény élet. Ez garantál neked. Ha nem állsz vele Isten akaratába, ha a kis magocska az életed nem hal el, és nem fog egy idő után emberekről szólni, azt fogod látni, hogy unalmas gyülekezetbe járni. És lehet, hogy egyszer úgy döntesz, hogy nem fogsz jönni gyülekezetbe, mert már hallottál minden üzenetet. Itt nem erről van szó. Itt arról van szó, hogy Isten át akar minket formálni, Isten nyújtani akar minket. Isten azt szeretné, hogyha elkezdenék egy idő után másokról gondolkodni, és ide úgy utána minden izgalmas. Izgalmas az Isten tisztelet, izgalmas a bibliaiskola, mert az rögtön viszem és alkalmazom. Izgalmas az evangelizáció, mert amiket tanultam, most megosztom, és Krisztus szeretetem, ő szorongat engem. És ez egy gyakorlat az életemben, és nem valami idegen furcsa dolog, hanem igen, ezért élek, ezért vagyok itt a Földön. Tehát ebben is nem tudom, hogy belegondoltál, de és tudom, hogy szoktuk ezt mondani, de így tényleg eljött a szívünkig? Hogy ezért vagyok itt a Földön, mert Istennek még van terve velem? És mi a terve velem? Hát, hogy építsek egy vállalkozást. Nem, viszont. Még kettőt sem, sőt, tizet sem, hanem emberek. Egy ember, két ember, tíz ember. Oké, ez Isten terve. Különben nem lennénk itt a Földön, ez garantálom nektek. Lehet, hogy most kapnál egy szívinfarktust és meghalnál, hogy Istennek már nem volna terve előtt. Neki az a terve, hogy gondolkodj emberekről, hogy imád. Oké, ha túl nagy falat neked, kérlek, csak imádkozz emberekért. És hidd, hogy dolgok elkezdenek megváltozni. Ez garantálom neked, Lukács 18-át tud olvasni. Jézus példázatot is mondott nekik, hogy imádkozzanak, és az imádságban ne laukadjanak meg, hanem legyenek kitartóak. És azt mondja, hogy ha egy özvegy ember, özvegy asszony kopogtatta a bírónak az ajtaján, hogy szolgáltasson neki igazságot. Lehet, hogy gonosz ez a bíró, de csak azért, mert nem hagyja békén, igazságot fog szolgáltatni.
És aztán Jézus azt mondja, bizony, amikor visszajövök, találok a hitet a Földön. Lesz-e valaki, aki komolyan veszi ezt az ígéretet? Hogyha az zörget, akkor talál. Az zörget, akkor megnyitati. Lesz-e valaki, aki komolyan veszi, hogy emberek őért zörgetni, kopogtatni, harcolni a térdeinkkel, kérni az Atyát, hogy használjon minket az ő életünkben. Lesz-e valaki, aki komolyan veszi? Tudod, Istenek, ez a vágya. És erről szól a gyülekezet. Nem véletlen vagyunk itt, ebben a kis gyülekezetben. Isten nem véletlen rakott ide minket. Hiszem, hogy nem véletlen mondta nekem, hogy jöjjek Békés Csabára. Ha itt maradnánk 5 év múlva is ennyien, csak valami nincs rendben. Tehát Isten azt szeretné, hogyha itt a körülöttünk lévő emberek felé valóban tudnánk szolgálni. És én nem fogom tudni őket elérni, úgy értem, én kevés vagyok. De itt vagyunk 10-15-20-an, és csak mindenki egy ember. Tehát mindenki egy ember felől legyen izgatott, gondolkodjon felőle. Keres a lehetőséget, ahol bizonyságot tehet. Ja. De szerintem elmondhatnám még 10-szer, de szerintem értitek, hogy mire gondolom. Azt hiszem, hogy jó beletverve most ez a szöveg, amiről beszéltünk. És csak kérlek téged, őszintén kérlek, hogy vidd haza ezt. Vidd Isten elé és imádkozzá felőle. Jó, mert ha ezt nem értjük meg, akkor az egész keresztény életet nem értjük meg. Tehát ez a lényeg, ez az alapja az egésznek. Hogy Krisztus szeret minket, ebben fölépülünk, és aztán oké. És aztán menj. Ha már fölépült Isten szeretetében, akkor menj. Mert egy után, ha nincs áttörés, ez garantált unalmassá válik a keresztény élet. És nem érted az egésznek a lényegét. És akár az életed is unalmas lesz, és megkeseredsz. És csak nem lesz egy olyan kettőre lépés és haladás. Jó? Amen. Egyetértetek ezzel? Én tudom, hogy egy kicsit kihívó ez. Tudom, hogy egy kicsit így feszeget minket, és nyújt minket. De ha nem állunk bele ebbe, akkor egyszerűen nem kell válni csodát. Akkor így leszünk 5 év múlva is, ugyanezek az emberek, ugyanez a felállás. Jönnek emberek, megnéznek minket, aztán elmennek, aztán nem jönnek, aztán megint jönnek újak, de ugyanígy maradunk. Jó, tehát Isten akar az, hogy befektessünk emberek életében, izgatottak legyünk emberek felől, tanítványozzunk embereket. Figyeljetek, én azt gondolom, hogy legtöbben azért jó pár éve hívők vagytok. Nem kell nagy dolgokra gondolni, nem kell a eszkatológiát teljes mértékben átadni egy új hívőnek. Egyszerű alapigazságok, amiket Isten megtanított neked. Bárki át tudja, bárki tud szeretettel viszonyulni emberekhez, bárki tud egy jó barát lenni. Valaki felé, aki még új, valaki, aki nem annyira ismeri az igét, valaki, aki még új, úgymond a hívőjárásból, vagy nem hívő. És tudod, ott lenni, szeretni, szolgálni, befektetni, kezdeményezni, szeretni, befektetni, szolgálni, és így tovább. Jó, úgyhogy amen. Amen. Remélem, hogy bátorodtunk. Remélem, hogy jól vettétek, amit mondtam. Remélem, hogy értitek, hogy ez egy szeretetbeli kihívás volt. Semmiképpen nem egy ostorozás, nem erről van szó. Istenek rendben van az, hogyha... Ugye nyilván nem örülünk, de mennyire megyünk akkor is, hogyha nem... Egy ember sem viszünk magunkkal mennybe, értitek? Istenek úgymond rendben van, hogyha nem halál a mag. Mi megfosszuk magunkat rengeteg örömtől, mindattól, amit Isten elkészített számunkra, az elkészített jó cselekedetek, amikben elrakott volna, nem tapasztaljuk meg Isten csodáit, ahogy használ emberek életében. Ja, de attól szeretnénk el is. Nem gondol többet rólunk, hogyha ebbe belállunk, és nem gondol kevesebbet, hogyha nem állunk. Az ő szeretet állandó. Ez rólunk szól, az, hogy ő mindent megadott arra, ami az életre és a kegyességre való. Adott ígéreteket, hogy isteni természet részesei lehessünk, hogy átformálhatassunk az ő fia képére. Ha nem történik meg, akkor nem történik meg. Sokat veszettünk, de Isten ugyanúgy szeret minket. Ez egy szóval, aki elásta a talentumot. Azt utána kivetették a... Hogy? Azt utána kivetették a... Igen, ez egy másik tanítás, ez egy kicsit másik oldal a dolgoknak.
aztán csak az egyik és három dal, megég, amit ráépítettünk, mi magunk ugye megmenekülünk, de úgy, mint a két tűzetben, tehát nyilván. Az rabszolgálunk. Igen, tehát valószínűleg ott megmenekülünk. Így van, de attól nyilván ott van az esély az életünk, hogy amit ráépítünk az életünk alapjára, az megég. És nem viszünk semmit, amelyikre is kárt vallunk. És egy János 2:28, hogy megszégyenülünk az ő eljövetelekor. Mert ezt mondja, hogy maradjatok meg ő benne, és járjatok abban, hogy amit tanít a Szent Szellem, járjatok is az akaratát, és akkor nem fogtok megszégyenülni az ő eljövetelekor. Mert lesznek hívők, akik megszégyenülnek, mert hallották, az üzenetet fogták, de valami nem vették komolyan. Nem gondolták, hogy ez ennyire komoly. Nem gondolták, hogy ez rá is van szabva. No, mert Isten akarata az, ez mindenkire van szabva. Ez nem olyan dolog, hogy oké, Jonatánnak működik, azt értem, de én egy teljesen másodnál vagyok. Én nem tudok emberekkel élni, én csak egyszerűen nem így gondolkodok, nem ilyen a jellemem. Ez kifogás, hazugság. Isten akarata mindenünk életére, a sokszorozódó gyarapodás, gyümölcs termés, emberek. Ja, úgyhogy...